lehetővé teszik a harmadik oltás fölvételét. Ezt mondta Orbán Viktor szokásos pénteki rádió interjújában. A miniszterelnök hozzátette, hogy augusztus 1-től lesz lehetőség a vakcina felvételére. Bár a vélemények megoszlanak, hogy kell-e harmadik oltás vagy sem, ártani nem árthat, hangsúlyozta a kormányfő. A lakosság körében nem teszik kötelezővé, ám az egészségügyi dolgozók kötelesek felvenni az újabb oltóanyagot. Megkérdeztük a pécsieket, mi a véleményük az intézkedésről. Ha valakinek szükséges, akkor adják meg neki, akinek nincs védettség. Aki meg megkapta, annak már úgyis védett. Gondolom én így működik. Az egészségügyi dolgozóknak pedig kötelező lesz erről. Mi a véleménye? Hát szerintem az jogos. Ez a kérés. Meg a tanárok, meg ilyesmik, akik bent forognak a nagyobb körökbe. Vagyis ilyen emberek között inkább. Biztonságot szeretnék a családomnak is, meg saját magamnak is. És támogatom a harmadik oltást. Az egészségügyi dolgozóknak pedig kötelező lesz erről. Mi a véleménye? Én is egészségügyi dolgozó vagyok, és abszolút támogatom. Ez egy jó dolog. Én gondolom, hogy mindenkinek kötelező lenne. Tehát az első oltásokat sem kérdezték meg tőlünk, hogy szeretnénk-e vagy nem, amikor a gyermek megszületik. Szerintem ez teljesen természetes dolog. És ön szerint? Szerintem is ugyanez. Ez a vélemény. Mi egy vélemény vagyunk általában majdnem mindenen, úgyhogy... Vigyázzunk egymást. Így van. Védjük meg egymást. Nyilván. Ebből kifolyólag találták ezt ki. Azt gondolom, a szüleim tekintetében biztos, hogy jó dolog, tehát én nekik mindenképp fogom javasolni, amúgy mi még nem tudjuk, hogy majd ha tényleg elindul a negyedik hullám, lehet, hogy akkor igen, mi is. Hasonlóképpen vélekedek én is, bár én annyi eltérése, hogy én magamnak is a harmadikat beadatom, amint lehetséges, és egyetértek vele. Védekezzünk, ahogy lehet. A szakemberek szerint 4 hónapnak kell eltennie a második és a harmadik dózis között. A várakozási idő betartásáról, valamint arról, hogy melyik típusú vakcinát kaphatjuk meg, személyenként dönthet az oltóorvos. A miniszterelnök elmondta azt is, hogy ugyanott vehető fel az oltás, ahol a korábbit már megkaptuk, azonban időpontot kell kérni. Mindenki keresse föl, úgy, ahogy eddig is, időpontkérés után azt az oltóhelyet, lehet a házi orvos is, vagy egy oltópont, ahol megkapta a korábbi oltásokat, az orvos ott eldönti, hogy 4 hónap hiány is beadja az oltást, vagy nem. Ha azt mondja, hogy 4 hónapot kell várni, akkor azt kérem mindenkit, hogy türelmesen várják ki. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a 16-18 év közöttiek átoltottsága 45% körül van. A 12 és 15 év közöttieket is oltják, ott 13%-os ez az arány. Az iskola kezdés előtti 2 napon pedig minden gyerek megkaphatja az oltást az iskolákban, ha a szülők engedélyezik, mivel oltási napokat rendeznek az intézményekben.